Na szervusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez itt a Mortal Kombat X Classic Tower sorozatom következő része. Ferratorral fogunk most menni. Indítsuk is el a játékot. Enter, enter, enter. Nincs most már olyan túl sok karakter, főleg így, hogy a Combat Pack 2 az ugye sajnos nem jön ki PC-re. A maradék karakterekkel kell most már csak beérnünk. Traditional Tower. És akkor Classic Tower. Ugye a legutóbb Reptile-al mentünk. Tulajdonképpen már csak Ferrator van, Divora. Raiden-nel már lehet, hogy vittem. Majd meg saját lejátszási listámat meg kell nézni YouTube-on. Quan Chi, Goro, illetve Tremor, ő lesz az utolsó. Tehát akkor most Ferrator. És hát ugye neki is három variánsa van. A Lucky, ez tulajdonképpen az, amikor Ferra nincs tornak a nyakába ülve, és tehát egyedül harcol. Ferra meg ugye a oldalról nézi őt. Tehát ilyen telepatikusan ugye sugallatokat mond neki, hogy mit hogyan csináljon, olyan mint valami ilyen edző. Illetve hát ugye erősebb önmagában véve Thor, mert nem kell vigyázni a Ferrara, aki ugye a hátán csücsül. A Ruthless, én ezt tanultam ki egy picit. Ennek az a lényege, hogy kapunk egy olyan képességet, hogy Ferra ugye a nyakunkba ülve időnként a Thornak a hátát döfködi törökkel, és ilyenkor 5% életerő fogyás van, tehát sebződünk egy picit, viszont egy olyan 15-20%-kal nagyobbat sebzünk, egy nem tudom, 6-7 másodpercig talán. És ami a poén ebben az egészben az, hogy ezt a sebzést, ezt lehet fokozni. Tehát, hogyha kétszer-háromszor döföd meg tort, akkor utána már ilyen 40-50%-kal is megnő akár a sebzés, nem számoltam így utána, de körülbelül. Illetve hát igen, igen, ez, egyedül ez a képessége van így. A Vicious, ez pedig hát egy ilyen ölelő mozdulatot kap Thor, ami elég jól sebez, illetve a Gut Ripper, amikor ugye hátulról így megfogod a ellenfeledet, és Ferra pedig így hát kibelezi gyakorlatilag a ellenfelét. Na szóval akkor a Ruthless-t fogjuk, és hát Mediumon, tegnap egy picit gyakoroltam egyébként Hardon. Hardon már végig tudom vinni Johnny Cage-ja meg egy-két karakterrel, de a Very Hard az PC-n még most is lehetetlennek tűnik. Nem tudom, konzolon lehet, hogy könnyebb, de PC-n valami eszméletlen nehéz. Tehát, hogyha hibázol, akkor az egy ilyen 30-40% mínusz. És nagyon könnyű hibázni. Az ellenfél meg mindent kivéd, szóval egyszerűen idegesítő. Olyan, mint hogy a számítógép gondolatomban olvasna is. Hát egyébként a gyorsságot illetve gyakorlatilag ez a helyzet. Na nézzük! Úgy van! Ajjaj, Raiden bácsi! Meglátod, milyen marha nagy sebzéseket viszek be? Főleg most! Ajjá! Igen, most már nem érdemes bevinni a cuccot. Pain and gain, de majd mindjárt egy X-raytbe nyomok. Zúgy, hadi rohadék. A Superman move. Na figyeljél. Mondjál. Ájá. Igen, csak hogyha amíg nincs a hátam Montor, vagyis Ferra, addig nem tudom ezt a pain and gain-t. Na, ezt figyeljed, ezt a sebzést. 62%-os sebzése a maximum, amit eddig el tudtam érni Ferratorral, de azért az 52 sem rossz. Na nézzünk valami kivégző mozdulatot, várjál. Rá, hátra, end. Puttyanni fogsz. Ketté leszel vágva. Azért itt durva. A gőzölgő testet még így egymásra dobálta. Hát, durva is. Raidennek annyi. Kung Lao. Szóval Very Hard az egész egyszerűen piszkosul kemény. Lehetetlennek tűnik. Round
Pedig Johnny Cage-en már azért elég jó vagyok. Haha. Jó, várj, ez melyik? Ez a Bassau. Oké. Na várjál, akkor még nyomjuk, csapassuk. Ja, van egy jó mozdulat, várjál. Ez az, ez volt az. Nem pontosan így kellett volna csinálni, de azért nem lett rossz. Ajjaj, el lettem söpörve. Kalap által. Hahaha, el lettem kalap állva. Ez a Ferrator, Ferratort még Goro is egyébként elismeri, mint ellenfelet. Hú, láttad azt a rúgást? Pain and gain lesz. Haha! Ez lehet, hogy már elég is lesz. Még a Pain and Gain funkcióhoz talán be volt aktiválódva. Prumcs! A végső döfés. Nem, nem volt már beaktiválódva, de még így is jó. Így is tökéletes. Azt mondja, hogy le, hátra, rá, hátra, hátra. Hó, sikerült! Prumcs! Puff! Kész, ennyi volt. Azért ez már így nem semmi. Mit kalapálnak itt már megint ebben a házban? Jaj, mikor fejeződik már be ez a sok átépítés, gyermekeim? Örmek! Hú, tegnap játszottam este online, egy kicsit így magamnak, MK10-et. Örmekkel eléggé elpüfölték Johnny Cage-emet. Puttyannyá! Hé, ez meg what a fuck? Láttad? Ez egy marha jó mozdulat amúgy. Figyelj, 31% gyakorlatilag két mozdulattal. Ez a Pain and Gain, ez megéri. Az a 5% sebződés. Hát ennyi, haha. Maradék életerőnek a jelentős részét most megzabáljuk ezzel az X-ray-jel, gyermekeim. Jajaj! Klasszik örmek. Klasszik örmek husijai ott hullanak össze-vissza fele. Igen, a Mortal Kombat XL-ben most már olyan stage fatality-k is vannak, hogy be lehet, tehát egy ilyen polipszerű lényt meg lehet idézni ezen a pályán, ami lehúzza a mélybe az ellenfelet, meg minden csomó minden újítás van benne, kár, hogy nem jön PC-re. Damn Netherrealm. Where are you from, creature? We know. Give me your soul and you will. Round one. Nagy arc ez a Quan Chi amúgy. Na na, mi ez? Mi volt ez? Wow! Gyerünk! Ez az Ferra! Hát és kész, ennyi volt. Ferratorról egyébként egyre gyakrabban harcolnak ilyen nemzetközi tornákon is. Mert hogy jó, hát persze én még csak ilyen kezdetleges szinten tolom. Nyakamra léptek. Ha
Hú, de még a chip damage-e is meg mennyivel nagyobb volt, láttad? Na, vár, mi volt még itt? He. Egy finishing move-t akkor ezt kiízélem. Na, hogy van? Yeah! Fucking great! És ennyi volt. Ez már nem is nagyon tudok mit kommentálni, gyermekeim. Gyermekeim. Johnny Cage. Na lássuk, Mr. Cage. Master Blaster. Focista jelmez. Hoppá, zutyansz! Hoppá, zuty, zuty, 17%, láttad ezt? Haha, sikerült! Hát igen, a médium az kicsit könnyű egyébként, szóval mondjuk így hard után, meg very hard után, meg pláne. Szóval egy picivel lehetne nehezebb médiumon, és akkor az úgy körülbelül jó lenne. Na ez az, there it is, the damage. Hogy? Kis arcpakolás, csontozatilag. Ajjaj! Fú, szép volt! A focista jelmez. Nem védi meg sajnos Johnny Cage-t. De érted, gerinc mentén. Azért milyen éles penge kell már ehhez? Sebészi pontossággal. Egy lézerrel lehetne csak így ketté vágni egy embert. The imp and her pet. Torbite head off, Freddy dog. I will have his first. Thor megszerzi a kis csinos babának a fejét, Pretty Doll. Ajaj! Húha! Jade-nek a technikáját használja most Kitana néni. Ez az. Ez már lehet, hogy elég is lesz. Ezzel a Pain and Gain-nel megtoldva, sőt biztos. Nagyjából pont elég. Aha! Elég jól haladunk, nem? Ha most már lesz élőadás, akkor előre be fogom jelenteni egyébként. Sokan panaszkodtatok, hogy mindig lemaradok az élőadásról, Oszkár. Oh! Hm. Haha! Jajaj, mi volt ez? Mi ez? Ez az. Hú, de nézd meg mekkorát sebzek. Chip damage szintjén, nagyon durva. Hát a fejét azt nem szereztük meg, de végül is két részletben még begyűjthető. Kitana néni fejecskéje. Jaj, gyerekek! Reptile, a következő ellenfelünk. Shall we begin, Vera? Emperor say no spit out with you. He's not here to protect you. Azért Reptile-nak a szavaiban némi tiszteletet véltem felfedezni.
Oh yeah! Érdekes, hogy ez a felütés az olyan lassú. Sok esetben. Ha most is hiába ütöttem volna fel, egyszerűen semmi. Haha! Csak a felütés volt. Pff, 23% két ütéssel. Hát igen, nem véletlenül ilyen marha néz a karakter amúgy. Na na, mi ez? Amúgy elég furcsa, elég zavarba ejtő ez a reptile kosztüm, olyan, mintha pucér lenne, nem? Most kész, ennyi. A forróvérű reptile-nak gőzölög a teste. Hát, vannak azért részletek, amire nem figyelnek oda a készítők. De hát mindenre azért nem lehet odafigyelni. Tökéletes játék nem létezik. Most is elkésett a felütés. Fú, de szép volt! Most is. Úristen, ez mi volt ez? Mi volt ez a nagy leengedezés? Jax bácsajcs. És kész. Nagyjából. Vagy lehet, hogy teljes mértékben is. Hát nem, de majdnem. Na még egyet gurítsunk fel rá. Ez az. Bowl girl. Mozdulat ez egyébként. Oh yeah! Nem vagyok egészen biztos benne, hogy ez a leszaladás, ez, mármint ez a lerohanás mozdulat, ez hogy van, ezt még őszintén ez most hoztam be először. Amikor gyakoroltam, akkor nem nagyon sikerült, vagy nem néztem utána, hogy hogy kell. Haha! Zuty! És kész, ennyi történik ilyenkor. Ha-ha-ha! A szívből kifolyik az összes vér. De meddig folyik? Le kéne tesztelni. Szerintem az örökké valóságig van egy olyan érzésem. Goró bácsajcs. A filozófus Goró. The worthy opponent. You are a worthy opponent. Tudtam, hogy ezt fogja mondani. Hát igen, hiába Gorónak négy karja van, de Ferratornak a karja az kétszer olyan vastag, mint Goróé, azért ez nagy szó. Na na. Hú, ez mi volt ez a mozdulat? Haha! Mekkora nagy állat már ez a Ferratór, öregem. Ledaráljuk Gorót. Nem mi az ott egy kutya a háttérben, vagy miért? Valami... egy kis kutyát lövöldöz. Nézd már oda. Na mindegy. Lehet, hogy nem azt kéne néznem, hogy milyen kutyás dolgok vannak itt, hanem inkább Gorót lepüfölni, mi? Yes, Goró! Szép felütés volt.
Az utolsó tűzlehelletet sajnos eléggé benyeltem. Fatality. Na, az utolsó kihívás jön, gyermekeim. Aki nem más, mint Shinnok. A fejlesztők számára Shinnok egy elég idegesítő karakter lehet. Valahányszor kiadnak egy új karakter DLC-ként mondjuk, akkor ugye be kell állítani azt, hogy hogyan lopja el egy megfelelő képességét ugye az ellenfélnek. Szóval mindig, hogyha kijön egy új karakter, akkor Shinnokot is módosítani kell egy picit. Recs! Nagyjából elég is lesz. Oh yeah! Utána megyek edzeni amúgy. Most jól is jön egy kis mortálozás így edzőterem előtt. Nem így akartam. Jaj ne! Igen, sokan ezért szeretik a... nem szeretik a izét, hogyha a Ferrator így... mármint, hogyha ilyen Ferrator Ferrával, tehát Thor Ferrával harcol, sokan azért nem szeretik, mert hogyha leesik a hátáról, akkor egy néhány képességét úgymond elveszíti addig, amíg vissza nem kerül a kis csaj a hátára Thornak. Aj, ezt mindig beszopom. Aj, én akartalak megitatni. Ez nem jött össze. Shinnokot meg egyre kevesebben használják. Tulajdonképpen már csak talán egy ember van. Aki még játszik vele ilyen tornákon. Pedig egy elég erős karakter. Gyerünk! Shit! Köszönöm szépen! Na, ígyunk egyet! Szuper! Jaj! Ez az, ezt akartam. Ezt a mozdulatot nem lehet enchantolni amúgy. Ezt a Ferratoszt. Vagyis hát ezt a Baugert. Bemostam egy nagyot. Szegény Shinnok bácsinak. Úristen, micsoda mozdulat ez már, he. Hát igen, itt a pain and gain az... az olyan, hogy izej. Nem feltétlenül írj meg Corrupted Shinnoknál, persze mondjuk az sebzés bónuszért nem lenne rossz. Egymástán kétszer mondjuk egy pain and gain.
Ekkorát sebeztem már rajta. A Thornak nem is fér oda a keze ahhoz a szerencsétlen amulethez. Ez komolyan. És mindjárt üsszenteni fog egyet Sinnok bácsi. Opci! For many years, Farah and Tor were a symbiotic pair, as is natural with their species. But that bond was broken when Farah came of age and began the great transformation. Farah Tor returned to the Tarkatan wastes, where Farah began her metamorphosis. The process took an agonizing 3 outworld years, during which time Tor withered and died. Now a brute, Farah will be chosen by a rider. A new symbiotic pairing will be forged, and new battles will be won. Na hát, elég érdekes történet volt ez. Zárásképpen. Szegény Thor. Na hát, teljesítettük akkor ezt is. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, szokás szerint ezt mind elmondom, és hogyha érdekel, hogy mi lesz a következő videóm, akkor és hogy mikor lesz, ez a legfontosabb, akkor a videó leírásában lévő naptárlinkre kattintva meg tudjátok tekinteni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!